és Mark Webber a sorrend. Rosberg és Webber, ez a pontos sorrend. Itt jön Sebastian Vettel, aztán Rosberg, Mark Webber és Romain Grosjean. Grosjean rajta, fontos volt, hogy a hatodik helyre jó rajtot fogja a Lotus, hogyha eséllyel akarnak csatázni a Red Bullokkal. Hoppá! Kimi Räikkönen ennek a verseny, véget ér a verseny, az első kör közepén elején. Ez a box kiállt, 1-es, 2-es kanyar közti része, ahol lehúzódott. Esélytől. Webber támadta Rosberget, de még nem volt meg, ugye nem lehet DRS használni az első két körben. Nagyon csúszkálnak az autók, a két Ferrari is egészen közel egymáshoz. Patton első szárnya megsérült, miközben Webber tovább folytatja Rosberg ellen. Mark Webber támadja Nico Rosberget. De jót rajtott Nico Rosberg, most Hamilton visszaesni látszik, Hamilton csak a hatodik, de már is elmegy Hülkenberg mellett, és följön az ötödik pozícióba. Tehát Vettel, Rosberg, Webber, Grosjean a negyedik helyen, itt pedig Massa küzd Fernando Alonsoval. Alonso nagyon keményen levágta Perez előtt az utat, mert a Perez folyamatosan támadja Alonsót. Ez is egy kemény csatává válik, de igazából itt elő van a nagy csata Webber és Rosberg között, mert megpróbálja Vettel nem szem elől téveszteni, aki lila második középső szektorral megpróbál egérutat nyerni. Az a nagy kérdés, hogy mi történt Kimi Räikkönennel, aki gyakorlatilag néhány méter után félrehúzódott a Lotus-tal és megállt. Nem akar versenyezni? Nem. Várjuk meg a lassítást. Szándékos félreállást. Elég furcsa lenne. Az első kör végén Sebastian Vettel, Rosberg, Webber, Grosjean, Hamilton az első öt sorrendje, aztán Hülkenberg, Massa, Alonso a két Ferrari egymás mögött, Perez, Di Resta és Maldonado a további sorrend. Rosberg szépet rajtolt, illetve hát Mark Webber ezúttal is egy picit nyit, hogyha elpillantott a volna rajta. Két Mercedesnek nagyon jó volt a rajtja, egy picit zárt őket a két Red Bull, Vettel pedig jobban rajtott, mint Webber, úgyhogy ott volt rendesen tülekedés, és Hamilton nem maradt helye, a külső évre szorult. Jenson Button pedig az imént ugye arra panaszkodott, hogy picit megtört az autó eleje. Kíváncsi leszek, hogy mekkora a sérülés. Sebastian Vettel, aztán mögötte két másodperccel már Nico Rosberg, ennyi a különbség kettejük között, Webber pedig a harmadik. Massa Alonso javított két helyet végül is rajt pozíciójához képest, Massa pedig megtartotta azt hiszem Grosjean a hetedékről indulat. Grosjean is kettőt javított, ugye Grosjean szempontjából azért érdemes, vagy a Lotus Drucker szempontjából Grosjean negyedik helye azért fontos, mert ő volt az egyetlen, aki a pénteki szabad edzésen, illetve a Lotusok, de alapvetően most már neki van esélye. Tartam, ki is hívják. Szóval Grosjean tempója, hosszú távú tempója volt nagyon jó pénteken, és hát ahhoz, hogy egyáltalán valami esélye legyen, ahhoz a hatodik helyről előre kellett keverednie, egyelőre sikerült. Mark Webber pedig úgy tűnik, hogy rákapcsolt a Red Bull alatt Rosberg mögött, és nem akar leszakadni a Mercedes-esről, na náhogy nem akar. Webber mögött pedig Grosjean figyel, itt jön Sebastian Vettel, megint nagyot rajtolt a német Rosberg, aztán Webber a sorrend. Jenson Buttonnak pedig ki kell majd állnia, ahogyan mondták, kihívta a csapata a boxba. Hogy Räikkönen elvi történhetett, most talán meg. Most meglátjuk. Szóval a Mercedesek nagyon jól elkapták a rajtot, Hamilton nekünk jobb oldalon, Rosberg pedig bal oldalon, és aztán Rosberg nagyon keményen külsőjével elfordulva be tud férkőzni a két Red Bull közé, és Vettel nagyon szépen jött el. Ez egyik Marussiával ért össze, és rosszul mondtam, Rosberg a külső.